Ennél jobb reggelt nem is tudnék kívánni, hogy Oliver még alszik a lakóautóban a nagymamával, mi meg eljöttünk sétálni egyet ide a vadásatóhoz. Menjünk, ez már kiég a szemem. Na hát, sziasztok! Üdvözlök mindenkit, sziasztok, ebben az utazós vlogban, ami miről is szól. Hát itt vagyunk Hegyhát Szent Jakabon, és lakóautózunk. Ez a következő megállunk. Az előző az Kőszegen volt, és hát ezt már biztosra minál láttátok ezt a videót, ugyanis ez egy mini videó sorozat, és hogy is kerültünk ide? Biztosan tudjátok, meg már láttátok, hogy a Samsunggal együtt dolgozunk már elég régóta, elég szoros a kapcsolat, és mi nagyon szeretjük őket, és évelején felvetették, hogy van egy ilyen speciális projektjük, és mi csak így kérdően néztünk, hogy mi ez. Hát és képzeljétek el, ez egy álomprojekt. Megkérdezték tőlünk, hogy mit szeretnénk csinálni, miről szeretnénk videózni, és mi megmondtuk, hogy hát de jó lenne lakóautózni, és ők szó nélkül rábólintottak, úgyhogy nekik köszönhetően lehetünk most itt, és hát ezzel egy hatalmas álmunk vált valóra. Láthattátok, hogy az esküvő után voltunk wellness hétvégézni, meg pihenni, egy kicsit így dögleni tényleg, de valahogy ez szerintem közelebb áll hozzánk, ez az ilyen aktív pihenés, kirándulás, felfedezés. Nomád életmód, nem? Ja, most kiderült. Ja, kempingezni is szeretünk, úgyhogy ezért választottuk ezt, és hát lakóautóban még sosem semmilyen voltunk. Semmilyen tapasztalatunk nincsen. Úgyhogy erről szeretnénk majd egy kicsit most nektek beszámolni, meg megmutatni, hogy is néz ki egy ilyen luxus lakóautó. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele, de hát úgy először is így magáról a kempingezésről, vagy nem is tudom, miről akartam nektek beszélni. Várjál! Szóval felkaptuk a lakóautót, és hát ez nem egy kis darab. Azért nekünk az Audi is egy elég hosszú kocsi, de ez még szerintem egy 3 méterrel hosszabb, meg hát magas, meg minden. És ja, ezt is bés jogsival lehet vezetni, ugyanis hát ez súlyra van. És az Audi amúgy 2 tonna, és ez a hatalmas dög, ez csak 2,9. De az képest. Az első meglátások és tapasztalatok ezzel, hogy ehhez a kempingezéshez és a lakóautóhoz is nagyon be kell lassulni. A legelején, amikor átültem, nyilván nagyon hosszú a kocsi, de tudod, kátyút ki akarsz kerülni, körforgalomba, ott marad a feneke, kicsit felmész arra, a döntött valamire. Szóval, hogy nem egyszerű vezetni ezt az autót, és a főúton is, hát ilyen 60-70-nel mentünk már csak a végén, mert hogy ezzel így magát az utazást is élvezed. Nem csak az, hogy leteszed valahova és benne laktok, hanem így menni vele, meg így teljesen máshogy látod bele a világot. Azt mondta nekem Dani, hogy minden percét élvezem a vezetésnek. Tényleg, 70-nel így a főúton nézelődve, nagyon tisztelni kell az autót, és nagyon lassan és finoman kell vele bánni. De azt gondolom, hogy most már belejöttem, és az elején amennyire féltem tőle, most már tök nyugodtan bemegyek ilyen szűk utcákba is, sőt, túl szűk utcákba is. Alig mert kiállni a parkolóból az elején. Na, de most már jól megy. Másik, hogy mennyibe is kerülnek ezek a lakóautók, ezt majd amikor bemutatom, elmondom nektek. De hogy ilyen furcsa az egész kempingezés sztori, mert úgy tudom elképzelni, hogy azok kempingeznek, akik mondjuk nem tehetik meg, hogy hotelbe mennek, vagy szállodába, szóval simán csak feldobnak egy sátrat, esetleg, tehát vannak ilyen nagyon olcsón is lakókocsik, lakóautók, a másik véglet meg az a full luxus, tehát minden elektromosan állítasz, viszel még egy másik autót magad mögött, hogy bemenj a városba. Szóval van egy ilyen kettős mérce, de ebből is látszik, hogy mindenki megtalálja benne, amit szeret. A lakóautózás nagy előnye, hogy tegnap még egy hegyen ébredtünk, fönt a hidegben, egyedül a semmi közepén, és délután már itt voltunk az Őrségben, egy teljesen más ilyen hangulatú, teljesen más ilyen kultúrájú közegben. És hát kirándultunk is egy nagyot. Az első utunk hova volt, Rami? Őriszentpéter, vagyis Szalafő. Szalafőre mentünk. Ugyanis hát szerintem az elsődleges cél az egy rétesház volt, de sajnos nem volt nyitva, úgyhogy oda majd ma megyünk, de az már a mi videója. Viszont nyitva volt mellette a... Olajütő.
Olajütő. Én azt mondom, hogy olajsütő, úgy olvastam, mondom, minek az nekünk micsoda? Olajsütő? Úgyhogy benéztünk oda is, és hát nagyon sok újdonságot tanultunk a hideg sajtolásról, a meleg sajtolásról, olajokat kóstolgattunk. Csak hogy értsétek, ilyen különböző magokból, vagy szőlőből, vagy mindegy, tehát egy olajkészítő, amiket ilyen... Nagyon érdekes volt, hogy milyen végtermékek születnek a sajtolásból, hogy megkóstolhattuk magát azt a ledarált száraz valamit is. Külön meg lehetett kóstolni, meg magát az olajat is. Úgyhogy bevásároltunk ilyen kis olajokból, salátára, meg hát vettünk olyan olajokat is, amik így az egészség megőrzéshez szükségesek. A hidegen sajtolt olajok a legegészségesebbek. Igen, pontosan. Ez volt a szumma a végén. Ezután, hát még ott a környéken körbenéztünk. Voltunk egy ilyen kis háztáji kis gazdaságban, ahol Olivernek állatokat mutattunk. Voltak kecskék, csirkék, birkák, és még képzeljétek, még macskával se találkozott Oliver. Jaj, hogy fog felnőni ez a szegény gyerek, milyenkor már a tyúk kakiban játszottunk. Igen. Meg... Bocsánat, hogy még azt akartam, hogy ez is mennyire más világ, hogy Ferenc Porta volt szerintem a neve, de hogy így nem tudtam, hogy mit képzeljünk el, és felmentünk egy családi házhoz igazából, akik vendégül látnak, mit tudom, van 3 vendégszobájuk, és ott van a saját kis gazdaságuk, a saját állataikkal, és ott csinálják a tejet, meg a sajtot, amit megkóstolhatsz. Kóstoltunk is kecske sajtot. Annyira más világ is, olyan jó. És képzeljétek el, aki kedves kis hölgy bemutatta nekünk a kecske sajtot, a végén nem úgy kiderült, hogy ő is kis nézőnk. Úgyhogy reméljük ezért nagyobb a szelet sajtot vágott nekünk. De megkóstoltuk, nagyon finom volt. Ebből úgy, is vettünk, viszünk is haza. Utána meg átmentünk Szalafőre. Nem, ott volt, ja. Nem, utána átmentünk Őri Szentpéterbe, de annyi látnivaló van, itt van ez a egy 400 éves tölgyfa. Mi ennek a neve? Milyen öreg tölgy? Öreg tölgy. Az itt öreg tölgy. A legöregebb, igen. És amit elvileg 6 ember tud csak átkarolni. És gyönyörű volt. Ott is megálltunk, erről mondjuk már pont nincs semmi, csak hogy végtelen ilyen kis látnivaló van. Ilyen kovács mesterségek, tavak, mindenki bringával járja, szeli itt a dombokat. Na és hát utána pedig vacsorára a Pajta nevű étterembe mentünk. Bejutottunk. Ami egy, hú, hát egy kulináris, gasztronómiai élmény volt számunkra. Szerintem a képek magáért beszélnek, mert ez egy nagyon elegáns hely, de mégis letisztult, tehát olyan laza is egyben. Igen, Rami mondta, hogy ide mindenképp menjünk el. Majd amikor odaültem, ott láttam, itt azért ingbe vannak, meg minden, aztán rájöttünk, hogy nem kell itt annyira feszengeni, mert nagyon otthonos az egész, de hát azért megadják a módját, olyan kiszolgálásban, meg mondom, olyan ételekben volt részünk, amit nem is kóstoltam még korábban. Ami különlegessége, hogy mindössze 2 menüsorból lehet választani. Van egy 3 vagy 4 fogásos, meg egy 10 fogásos menüsor. Mindegyik étel közül menjünk messze, nem Oliver felébe. Ja. Pici ételeket kell elképzelni, és nagyon különlegesek az ételek, még sosem egyszerűen. Szóval nem egy ilyen csárda jellegű, nem a mennyiségre, hanem abszolút a minőségre mennek rá. Szóval rengeteg biocuc van, ilyen közeli kis hely termelőktől szerzik be az alapanyagaikat, úgyhogy ha erre jártok, és valahogy tudtok asztalt foglalni, akkor ne hagyjátok ki, mert tényleg emlék és élmény. Úgyhogy röviden ez volt a tegnap, de hát ma folytatódik minden, és hát a következő rész az majd Raminál lesz. Na de jöjjön az a lakóautó. Na és hát az útra képzeljétek el, hogy kaptunk a Samsungtól tesztelni sajnos csak egy Buds Live-ot és egy Watch 3-at. Az igazság az, hogy már nincs a dobozban a Watch 3, ugyanis én ezt már itt tesztelgetem az utazás során, és mostanában én egy Active Watch 2-t használok, viszont előtte sima Watch-om volt, és miben is más ez a Watch 3? A korábbi modellekhez képest ebben vannak most a legfejlettebb egészségfigyelő funkciók, van valós idejű futáselemzés, bár ezt jó lett volna futással tesztelni, de ma sajnos nem így indult a nap. Sokkal könnyebb, nagyobb a kijelző, és vékonyabb is maga az óra. Nekem az előző watch egy kicsit nyomta a csuklomat például a biciklizés közben, ez viszont most úgy tűnik, csináltam már benne pár fekvőtámaszt is, meg kézenállást, és akkor is beleért itt a csuklomba. Ez most nem ér hozzá. Ezt valahogy megoldották, ezt a számomra problémát, úgyhogy nehogy visszaváltsak rá. A másik pedig a Buds Live. Na, ezt ugyan még nem teszteltem, és szerintem ez Rami következő videójában lesz, ugyanis, figyelj csak, elhoztam a régit is. Szóval a különbség az, hogy ez ilyen agybadugós fülhallgató, és amúgy ennek én nem vagyok a legnagyobb kedvelője, és ez az új, ez viszont csak itt fent van a
füle. Ezt hogy lehet elmondani? Bocsánat, de én csak annyit szeretem mondani, hogy ne lőd le, kérlek, úgyhogy most tedd is vissza, és ezt majd én tesztelem. Ó, na szóval van nálam egy Buzz Live-ise, és ebben már aktív zajszűrés van, de ezeket majd Rami elmondja. Oké, most pedig lássuk az autót. Rami azt mondta, hogy ő szeretné bemutatni a lakóautót, úgyhogy én csak háttérből fogok szövegelni, meg kamerázok. Úgy se bírja ki, úgyhogy kezdjük. Na de kezdésnek ez egy Himer B680-as lakóautó, és hát kívülről nem nagyon tudok nektek mit elmondani, baromi hosszú, de ezt már taglaltam nektek. Lássuk! Daráljuk, mert rengeteg bemutatni való van. Hogy kezdjünk? Hogy kezdjünk? Úgy, hogy a lépcsőt megmutatom, hogy itt le lehet nyomni. Hopp, hopp, indulás! Jaj, na hát kérem szépen, itt van az étkező előszoba vezetői rész. Szóval, ha már bejöttünk, akkor hadd mutassam meg, hogy itt nekünk van egy ilyen kis kijelzőnk. Itt tudjuk megnézni, hogy hogy áll a szennyvíz, hogy áll a víz, hogy állnak az akkumulátorok. Na ebből is látszik, hogy egy lány teljesen más szemszögből mutatná be ezt az autót. Te már a lehajtható ágyjal kezdted volna. Hát igen. Itt tudod a fűtést beállítani. Akkor sincs para, ha nincs áram az autó, ugyanis vannak gázpalackok lent, és erről megy a fűtés is, a hűtő is. Hát 220 nincs ilyenkor nyilván a kocsiba, de lámpa meg minden ilyesmi van. Na de akkor vezetői ülés és a vezetői rész. Ugye mondtam, hogy nem bírja ki. Szóval itt van egy nagyon tágas kis terünk, forgatható ülésekkel, végtelen retesszel. Persze, amikor alszol, itt mindenhol vannak ilyen kis elhúzók. Az egész kocsiról azt mondható el, hogy nincsen egy felesleges rész se, szóval ahova lehetett, bezsúfoltak még egy extra tárolót. És pont. Vagy egy asztalt, vagy egy hűtőt, vagy egy mosogatót, vagy még egy ágyat. Az eleje olyan mercis, mint ahogy a motorja is a kocsinak, szóval ilyen tipikus mercis panelek, érintőkijelzős kijelző, Oliver gyerekülése. Étkezőasztal. Ha egy kicsit hátrébb mész, itt van egy étkezőasztal, ide lehet forgatni a székeket, ezt amúgy még meg is lehet toldani. Itt van egy tévé, amit ki is lehet hajtani, hogyha kintülnél, akkor kintül is látjuk. Itt van a konyha rész, mögöttem a hűtő. De ez is elég komoly. Ez is nagyon praktikus hűtő, mély hűtő, és ami nagyon szép is. A konyha tök praktikus, szintén. Itt van a főzőlap, mosogató rész, nagyon sok szekrény. Tényleg mindenhol ilyen, tehát ez is egy szekrény, ez is egy szekrény. Itt is fiókok. Gondolom ez nem nagy szám a lakóautósoknak, de nekem tök tetszett, hogy be kell nyomni a gombot ahhoz, hogy ki tud húzni a fiókokat. Ugye ez azért jó, hogy menet közben nem mozogjanak a fiókok. Ugyanígy ezeket is be kell nyomni, szóval minden rögzítve van valamihez, hogy menet közben se csörömpöljenek a dolgok, meg ne hagyjunk el mindent. Még először megyünk tovább. Nem. Jó, itt van a mosdó, illetve a zuhany. Van egy komplett kis zuhany, meg ami így mutatja az egésznek a hozzáállását a dolgokhoz. Szóval amikor utazol, ezzel tudod rögzíteni itt az ajtót, hogy ne mozogjon. Viszont amikor állsz, akkor ez egy ilyen vízlehúzó is. Szóval rengeteg ilyen kis praktikum van az autóban, de ezeket egyesével biztos, hogy nem fogom tudni most bemutatni, meg még nem is ismertük ki teljesen a rendszert. A másik nagyon komoly dolog, hogy itt alszik Rami és Oliver. Itt is mindenhol szekrények, ilyen érintős lámpa. Ide amúgy egy létrát is lehet rakni, de nem tesszük, mert Oliver akkor ide is felmászna. És ami a legjobb, na, ezt most te mutatod meg. Egy külön WC is van a tusoló mellett. Itt a külön WC, viszont ami nagyon jó, felkapcsolom, hogy lássátok, az, hogy le lehet választani, ez egy ajtó, és ezzel le lehet zárni, és ez egy külön helység lesz ilyenkor. Szóval, ha négyen alszunk itt, akkor ott is külön helyiségbe alszik valaki, itt is külön szoba. A napközben a WC-t csukod be vele, amúgy meg itt van tényleg egy komplett kis fél lakóautód. Úgyhogy két szobánk van rögtön. Na de hol a másik szoba? Nyomhatom. Na de most jön a magic, hogy is van akkor itt négy alvóhely. Ezt figyeljétek. Hopp, leesett a védőháló. Na, hát itt van az én ágyam, amihez jár egy létra is. Létra felhelyezve. Hello! Szia! Itt a védőháló. Védőháló felrakva, azt most nem rögzítjük. De ez egy fullos, hát nem tudom, egy 140-es ágy biztos van. Itt aludt Dani. Itt szoktam én aludni, és akkor hát itt alszik a csapat. Szóval nagyon imádjuk a mi kis új otthonunkat. Nagyon röviden ennyit tudnánk így a belsejéről elmondani. Itt van amúgy még egy ilyen hatalmas nagy tároló, ezt most nem nyitom ki, vagy kinyitom? Elhiszed, hogy ott van?
onnan vannak a kempingszékek, kempingasztalok, és hát amúgy még itt a dugajok vannak, hogy hova kell az áramot, hol van a szennyvíz, hol van a gázpalack, hol van a tiszta víz. Ja, itt van fönt egy árnyékoló, vagy elősátornak hívják. Egy elősátor, de azt most nem fogjuk felhúzni, mert megyünk is tovább, és kezdődik Raminak a videója. Úgyhogy szerintem ennyi. Ja, hát az árat nem is mondtam, bár lehet, hogy a címben láttátok, ez ilyen 100 000 euró körüli lakóautó, ami hát inkább 30 millióhoz van közel. És azt gondolnád, hogy ez a csúcs. Tehát igen, ez egy nagyon durva lakóautó, de hogy simán a duplájáért, meg a háromszorosáért is tudsz venni ilyeneket. Nos igen, a német, svájci nyugdíjasok ilyen lakóautókat vesznek, és ezzel járják a világot. Nagyon menő szerintem. Nagyon, nagyon. El tudnám képzelni később, hogy egy vitorlás, meg egy ilyen lakóautó. Hát, na ennyi volt ez a mai rész. Nagyon szépen szeretnénk a Samsungnak még egyszer megköszönni, hogy lehetővé tették nekünk ezt az utat, és hát a következő részben Raminál folytatjuk. Még nem tudjuk, hogy mit csinálunk, de mindjárt kitaláljuk. Sziasztok! Sziasztok! Megy már a képből mindig.